Ez a berendezés az egyik legkorszerűbb emlőszűrő az országban. A korábbi, még ugyancsak jól használható készüléknél sokkal kisebb sugárdózissal terheli a pácienseket és a vizsgáló személyzetet, vagyis a környezetét. Sokkal gyorsabb, sokkal jobb felbontással dolgozik, a kisebb csomókat is észlelni lehet a segítségével. A digitális mammográfiás röntgenberendezés és az ultrahangos vizsgáló több mint 100 millió forintba került, és döntő részben a kormány Viszmajor támogatásából finanszírozták. A Szent Margit Kórház működése ugye 200 ezer embert éri az ellátási körzet tekintetében, tehát ezeknek a modern eszközöknek a beszerzése túlmutat Óbudán, és azt gondolom, hogy ez így helyes és így jó, hiszen nem csak abban a tekintetben kell fejleszteni egy kórházat, hogy melyik településen, melyik kerületben helyezkedik el, hanem abból a szempontból is, hogy milyen az ellátási körzete. Ezt mondta a pénzügyminiszter, kiegészítve azzal, hogy a kormány folytatja a budapesti egészségügyi ellátórendszer átfogó fejlesztési tervének megvalósítását. Varga Mihály szerint a most zajló eszköz és infrastruktúra fejlesztés az elmúlt 30 év legjelentősebb modernizálása. A pénzügyminiszter a jövő évi költségvetési tervekre hivatkozva azt mondta, hogy a pénzügyi kormányzat 2019-ben több mint 100 milliárd forinttal növeli meg azt a keretet, amelyet az egészségügyi ágazatra fordíthatnak majd. Az új mammográfiás berendezés átadásán a Margit Kórház igazgatója a múltról is beszélt. Többek között arról az átalakulásról, amelyel az egykori emlődiagnosztikai központot szűrőcentrummá alakították. Az indíték egyértelmű volt, korábban az óbudai nők közül nagyon sokan nem jártak rendszeres szűrésre, és emiatt többen lettek gyógyíthatatlan betegek. Ezen a helyzeten szerettek volna változtatni a kerület és a kórház vezetői. Ehhez persze jobb feltételek kellettek. Nyilvánvalóvá vált, hogy egy ilyen nagyforgalmú, az országos népegészségügyi hálózathoz tartozó emlőszűrő állomás és diagnosztikai centrum, mely Budapest második és harmadik kerületeit, valamint az agglomeráció Pest megyei településeit látja el, csak korszerű gépparkkal tudja folyamatosan magas színvonalon kiszolgálni az itt élőket. A most átadásra kerülő, az országban elérhető egyik legkorszerűbb digitális mammográfiás röntgen és vadonatúj ultrahangkészülék éppen ennek lehetőségét teremti meg számunkra. A harmadik kerület polgármestere is kiemelte az új berendezés által biztosítható jobb feltételeket és a vizsgálati idő lerövidülését, amely sokkal több páciens fogadását teszi lehetővé. A számok azt mutatják, hogy évente hozzávetőlegesen 150 rosszindulatú daganatot és daganat kezdeményt fedeznek fel a centrum orvosai, ennyi került tehát a kórházban ellátásra. Az új berendezés tomoszintézis kiegészítőinek köszönhetően 39-41%-kal több invazív emlőrák fedezhető fel a jövőben. Ez mindenképp komoly előrelépés. Akiket korábban érintett az említett betegség, tapasztalhatták, hogy egyes elváltozások ultrahanggal nem voltak ábrázolhatóak, mammográfiás célzásra volt szükség. A diagnózishoz ezért más kórházakba kellett küldeni a betegeket, ahol több hónapos, esetenként fél éves várakozási idő volt. Ez természetesen rendkívül megviselte a pácienseket. Az új gép ezt a kellemetlen helyzetet mostantól kiküszöbeli. A Margit Kórház mammográfiai eszközfejlesztése egy folyamat része. Ezt megelőzően felújították már a gasztroenterológiai osztályt, a kórház energetikai rendszerét, és egy civil kezdeményezés segítségével folyamatosan újulnak meg a kórház helyiségei is.